A 2013-as The Last of Us hatalmas kritikai és közönség sikere után sokan nem gondolták azt, és én is ezek közé tartozom egyébként, hogy folytatni fogják még ezt a játékot valamikor, hiszen a történet iszonyatosan kerek volt, fantasztikus dramaturgiai felépítéssel, ívvel rendelkezett, és tényleg egy kerek egész volt. Aztán eltelt egy pár év, és bejelentették, hogy jön a második rész. Természetesen örültünk neki, de azért volt bennünk egy minimális félelem, hogy egy ilyen tökéletes játékot nem fog esetleg elrontani a folytatás. A játék egy olyan világban játszódik, ahol egy bombafertőzés miatt teljesen romba dőlt a már ismert civilizáció, és rengetegen áldozatul estek ennek a fertőzésnek, aminek hatására ilyen zombiszerű lényekké változnak. Ettől nem kell megijedni, nem egy banális történetre van dolgunk, nem egy újabb 27. zombi történetről van szó. De a játékban az volt a fantasztikus, hogy ez csak egy keretet adott az egésznek, és a legérdekesebb része az a főszereplő Joel és Ellie kapcsolata volt. Joel egy középkorú férfi, aki az előző rész elején, amikor az egész fertőzés elkezdődik és kitör a pánik, sajnos elveszti kislányát, és emiatt később, amikor Ellie-vel összeakad, akkor ugye értelemszerűen nem lehet nem észrevenni azt, hogy valamilyen szinten ugye a lányához való kötődés az, amit lát ebben a kislányban, és ezért kezdve neki segíteni, és ezért viseli ennyire szíven a sorsát. Közben aztán Ellie-ről kiderült, hogy talán ő az egyetlen ember a világon, aki immunis a fertőzésre, vagyis harapás útján, illetve a spórák által ő nem tud megfertőződni. Persze így is azért veszesek rá ezek a lények, hiszen ugye fizikailag bántalmazni tudják, de egyébként nem fogja elkapni ezt, és nem fog átváltozni. Természetesen a második rész történetéből még annyit sem szeretnék előni, mint az elsőből, hiszen a napokban jött ki a játék, tehát mindenki maga tapasztalja ki és fedezze fel a fantasztikus fordulatokat, de annyit elárulhatok, a játék elején Joel és Ellie egy Jacksonville nevű kisvárosban talált menedéket, ahol végre nem kell napi szinten a túléléssel foglalkozniuk, persze így is nagyon veszélyes a környezet, de mégiscsak egy ellenőrzöttebb helyen vannak, ahol már viszonylag normálisabb életet lehet élni, és különböző őrjáratokkal vigyáznak, hogy nehogy valami rossz dolog arra tévedjen. De ahogy az ilyenkor lenni szokott, egy sajnálatos esemény miatt Ellie-nek és a hozzá közel álló Dinának el kell indulniuk Seattle-be, hogy felkutassanak bizonyos embereket, akiket, hát hogy is mondjam, ő szeretnének velük egy kicsit ugye elbeszélgetni bizonyos dolgokról. Szóval anélkül, hogy árulnék bármit, az utánuk való nyomozás fogja kitenni a játéknak a legnagyobb részét. Természetesen továbbra is hihetetlen nehéz döntéseket kell majd meghozni, megdöbbentő és szívszaggató események fogják egymást követni, és hihetetlen emberi beszélgetéseket fogunk látni emberi pillanatokkal. Ez a Naughty Dognak nagyon megy, tehát azt gondolom, hogy a legelső dolog, amit le kell szögeznünk, az az, hogy a Last of Us 2 is tovább tudta vinni azt a fantasztikus hangulatot, amit itt az egyben már megtapasztalhattunk. What was that? Nothing. Well, nothing sure sounds nice. A játék menet során folyamatosan a természet által egyre inkább visszahódított városban, Seattle-ben fogunk mászkálni, és ott próbáljuk meg felkutatni a már említett embereket, és rögtön leszögezném, hogy a játék egyik legnagyobb erőssége az ez a környezet. Egyszerűen hihetetlen, tényleg nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fantasztikusan felépített világgal van dolgunk. Az utolsó fűszál is, mintha kézzel lenne oda téve a tökéletes helyre. Egyszerűen fantasztikusak az elhagyatott boltok, a különböző épületek, az ott hagyott tárgyak, amiket találunk a feljegyzésektől kezdve, amiket egyébként magyar nyelven is olvashatunk. Hihetetlenül adják azt az érzetet tényleg, hogy itt emberek éltek, hogy ezeket a tárgyakat ott hagyták. Egyszerűen már csak ezeket elolvasva egy olyan hangulatba kerülünk, hogy ez egyszerűen elképesztő. És akkor nem is beszéltünk a különböző apróságokról, mint például a gitárok, amiket különböző helyeken felvehetünk. Ugye ennek dramaturgiai jelentősége is van, hiszen Joel és Ellie szoktak egymásnak ugye játszani, tehát ezek is ilyen fantasztikusan megható pillanatok tudnak lenni. És egyszerűen tényleg annyira fantasztikusan megcsinálták technológiai értelemben is, hogy ez egészen hihetetlen. A pocsolyák, a fűszálak, amiben lehet ugye kúszva haladni, és akkor esetleg úgy becserkészni az ellenfeleket,
egészen fantasztikusak, és ha már az ellenfeleket szóba hoztam, mondhatjuk, hogy inkább egy lopakodós játék. Ha nagyon ügyesen tudunk lopakodni, akkor akár azt is elérhetjük, hogy a játéknak tényleg a 90%-ában nem kell verekedésbe vagy tűzpárbajba bonyolódnunk, hiszen nagyon sokszor ugye csak el kell jutnunk egy bizonyos pontra, tehát tovább haladni rajtuk, és ha sikerül úgy megcsinálunk ezt, hogy nem vesznek észre, akkor ki lehet őket játszani. Nem egy ilyen darálós játékkal van dolgunk, ahol így kilövünk 100 lövedéket egy másodperc alatt, hanem itt nagyon komolyan be kell osztani például a talált különböző lövedékeket, meg egyéb tárgyakat, hiszen a játék egyik fontos része az, hogy egy olyan világban vagyunk, ahol ezek a dolgok ugye folyamatosan elfogynak, és újakat kell találnunk, nincsen mindenből végtelen utánpótlás. Ez igaz a töltényekre is, és igaz azokra a tárgyakra is, amikből különböző fejlesztéseket tudunk csinálni, vagy éppenséggel életerő csomagot, vagy bármit, tehát ugye itt lehet látni, hogy például lehet gyűjtögetni mondjuk ilyen szigetelő szalagot, vagy papírt, vagy rongyokat. Tényleg érdemesebb inkább lopakodni, hiszen hogyha a későbbi helyszíneken, ahol tényleg mondjuk 20 ellenfél van, mondjuk egy viszonylag kisebb helyen, ott, hogyha nyílt harcot választjuk, akkor nagyon gyorsan alul fogunk maradni, hiszen az a játék nem arról szól, hogy mi valami szuperhősök lennénk, hanem pont ellenkezőleg. A már említett fegyvereket és egyéb tárgyakat egyébként fejleszteni is tudjuk, találhatunk különböző ilyen például garázsokban vagy egyéb helyeken ugye egy kis asztalkát, ahol hogyha van egy kis időnk, akkor ott tudunk egy picit reszeget mondjuk a fegyverek csövén, hogy többet sebezzenek, vagy több töltény féljen beléjük, vagy ne rúgjanak vissza annyit, ugye ezek a szokásos dolgok. Ezeket érdemes beosztani és azokra a fegyverekre használni, amiket jobban szeretünk. Elli képességét is tudjuk fejleszteni, ezeket különböző kis orvosi piruláknak a gyűjtögetésével lehet megtenni, illetve nagyon fontos, hogy még emellett meg kell találnunk különböző magazinokat is a játék során, amikkel megnyílnak újabb ilyen képességfák. Fegyverfejlesztés nélkül is akár teljes mértékben nyugodtan végig tudjuk játszani a játékot, hogyha tényleg teljes mértékben a lopakodásra specializálódunk. Bár az is igaz, hogy a fejlesztéseknél lopakodást is tudjuk fejleszteni, tehát például gyorsabban tudunk mondjuk kúszni a fűben és hasonló dolgok, vagy jobban érzékeljük az ellenfeleket, hiszen Ellie-nek van egy olyan képessége, és ez egyetlen olyan dolog, ami talán egy kicsit nem reális, hogy olyan hallása van, mint hogyha egy kicsit ez egy ilyen szuper hallás lenne, és hogyha elkezd vele fülelni, akkor ugye így a falakon keresztül egy kis órában ugye megláthatjuk az ellenfeleket. Ezt is lehet egyébként fejleszteni, hogy még messzebb lássunk, vagy halljunk el így átütt értelemben, és akkor még jobban tudjuk, hogy ki hol merre jár. De mindez, amit elmondtam, teljesen lényegtelen, tehát tényleg az, amiről már az elején beszéltünk, ez a legfontosabb, hogy a Last of Us 2 az tovább tudott vinni egy olyan fantasztikus és komoly történetet, amit sokan nem gondoltak volna, hogy sikerül. Természetesen az egy egyéni dolog, hogy nem feltétlenül fog mindenkinek esetleg az az irány bejönni, amit mondjuk Ellie képvisel, amilyen emberré vált, vagy nem feltétlenül értenek egyet azzal, mondjuk, hogy Joel bizonyos helyzetekben hogyan döntött, de azt gondolom, hogy ez megkérdőjelezhetetlen, hogy meg tudták tartani tényleg azt a színvonalat, és azt a hangulatot, ami az első rész jellemezte. Tehát arról egyáltalán nem beszélhetünk, hogy esetleg bármilyen csorba esett volna a Last of Us egész franchise-án, ha úgy tetszik, hiszen remekül tudták tovább vinni a dolgokat. És már csak a technológia miatt is érdemes egy pár napra tényleg elmenni Seattle-be, látni a szálló bogarakat. Egyszerűen hihetetlen az a környezet, amit teremtettek nekünk, tényleg nem győzöm hangsúlyozni. Le a kalappal a Naughty Dog és a PlayStation előtt, megcsinálták megint. What the hell happened out here?